Sziasztok! Ebben a videóban meg fogom csinálni a túl sok információ rólam, vagy valami ilyesmi teget, amiben 50 kérdés szerepel, és ezekre fogok válaszolni, és igyekszem minél gyorsabban, mert nem akarom, hogy ez a videó ilyen nagyon hosszú legyen, mert tudom, hogy annyira nem szeretitek őket, és inkább akkor gyorsan ledarálom. Az első kérdés, mi van rajtam? Nos, az egyik kedvenc sapkám, ami ugye ilyen szegecses, és eBay-ről rendeltem. Aztán Hollywood Undead-ös pólóm vagyok, ami ugye a kedvenc együttesem, Bandám zenekarom. És ja igen, hogyha valakit érdekelne, akkor a Nyugatiban vettem az aluljáróban, és ott van egy Rock Shop nevezetű rock üzlet, bolt, ahol 2000 forintért árulják ezeket a pólókat, szerintem egész jó biznisz. Aztán most ezt a szaggatott gatyámat vettem föl, mert ugye ha elmegyek valóban, nem veszem föl nyilván, mivel befagyna a bicsám. És ezt egy kínaiban vettem itt a városban, tehát ezzel szerintem nem mentetek sokra, mondjuk ilyen gatyát bárhol be tudtok szerezni. Aztán hát az oknim azt inkább nem mutatom, mert gyönyörű, csíkos, mamámtól kaptam karácsonyra, és nem akarom, hogy lábfétisesek végül beinduljanak, tehát ezt el is passzolnám. Következő kérdés, hogy voltál már szerelmes? Hát, sajnos voltam. Harmadik kérdés az, hogy volt-e már borzalmas szakításban részem? Szerintem egyik szakítás se jó, és mondhatni mindegyik borzalmas, mivel az egyik félnek biztosan fáj, mondjuk nem mindig, de leggyakrabban igen, és hát mondhatni, hogy volt borzalmas szakításban részem, de ez nem ilyen nagyon drámai volt, ajtócsapkodás meg ilyenek, csak nagyon-nagyon fájt és összetört ez a dolog. Negyedik kérdés az, hogy milyen magas vagyok. Nos, ez eléggé olyan kérdés, amire nem tudom a biztos választ, mert eddig mindig 164 voltam, így méréseken, meg ilyesmik, de ha itthon mérem magam, soha nem annyi vagyok, jó, hát magad annyira nem tudod jól lemérni, és másokhoz viszonyítva, akik kb. Ugyanekkorák, vagy ilyesmi, hasonló magasságban vagyunk, mégis van, hogy magasabb vagyok, esetleg alacsonyabb, de általában a magasabb jellemző, tehát lehet, hogy nőttem már 1-2 centit, de szerintem még azért 164 centi vagyok. Ötödik kérdés az, hogy hány kiló vagyok. Nos, a lányoknál ez eléggé ilyen magánjellegű dolog, és nem szeretik megosztani, hogy hány kilók, de én nem ilyen fajta lány vagyok, és elmondom, hogy most megmértem magam, 49 kiló vagyok, tehát szerintem egy átlagos súlyom van, átlagos magassággal, és egyébként nem mindig vagyok 49 kiló, mondjuk ilyen 51-ig szoktam úgy talán felmenni, és e között ingadozik, mert hát az ilyen 1-2 kiló súly ingadozás az mindenkinél természetes dolog. Hatodik kérdés az, hogy vannak-e tetoválásaim? Nos igen, van egy tetoválásom, amiről van is egy videó, de megmutatom. Jaj, itt van a nyakamon egy ilyen alvó színes macska, ilyen vízfestékes stílusban csapatva, de aggodalomra semmi ok, ennél sokkal több tetoválásom lesz majd a közeljövőben, vagy a távoliban, mert minden pénz kérdése. Hetedik kérdés az, hogy vannak-e piercingjeim? Nos, régebben volt szemöldök piercingem és szeptum piercingem is, ami igaz, hogy csak pár óráig tartott, mert mikor hazaértem, anyám még egyből kivetették velem. Tehát ez egy ilyen rövid életű dolog volt. Viszont következő héten, nem mondom el melyik nap, de úgy néz ki, hogy megint lesz piercingem, és nem mondom el, hogy milyen lesz, de én már nagyon várom, mert már nagyon régóta szeretnék, és végre megcsináltatom. Nyolcadik kérdés az az OTP, nem a bank, hanem kedvenc párosod. Nem tudom, hogy angolul minek a rövidítése, mert ugye tudjátok, hogy szarangolos vagyok, és nem is néztem utána, de a lényeg, hogy ilyen kedvenc párosod, akár sorozatból, vagy gondolom így a sztár életből, vagy bármi ilyesmi, és nekem igazából nincsen ilyen kedvenc párosom. Tehát ezt a kérdést át is ugrom. Kilencedik kérdés, hogy mi a kedvenc sorozatod? Nos, több kedvencem is van. Ugye van a Skins, igaz, hogy csak a 4 évadig néztem meg, azt hiszem. Az ötödikben már eszélyeket is leváltják, vagy a hatodikban, nem tudom, és az már annyira nem tetszett, tehát nem néztem végig. Aztán van az Orange is the New Black,
azt is nagyon szeretem, végig is sírom magam mindig az a sorozaton, mármint nevetve. Aztán, amit most nagyon szeretek, az a The Hundred, aminek a második évadát nézem még, és csak a 12. részt láttam, a 13. nem tudom, de be kéne már hoznom a lemaradásomat, mert ugye már a 3. évad is elkezdődött. 10. kérdés, hogy kedvenc márkád. Nos, igazából nem vagyok egy nagy márka buzi, és általában azt veszem meg, ami tetszik, meg hogyha van rá pénzem esetleg. Tehát nem arra megyek, hogy jaj, nekem muszáj ilyen Gucci-t vennem, mert csak Gucci-t hordok, mert a Gucci az jó, a Gucci az örök. Nem, de egyébként márkában, hogyha muszáj válaszolnom, akkor én a Vans-et szeretem a legjobban. Lehet, hogy minőségileg egy nagy adag kaki, de tetszik. Szóval imádom a Vans cipőket, ugye a táskákat, és egy-két kiegészítőt is, bár a ruhák azok szerintem olyan semmilyenek, max a sapkák, amik jók. 11. kérdés. Van-e valami olyan dolog, ami hiányzik nekem? Ez bármire érthető szerintem, és hát igazából nem igazán van. Tehát, hogyha már valami elmúlt, akkor elmúlt, nem fogom visszasírni, és megy az élet tovább. 12. kérdés, hogy mi a kedvenc dalom, zeneszámom, ami most jelenleg a Hollywood Undead-től a Day of the Dead, és szerintem ide sorolom a Starset-től a It Has Begun-t, mert azt a számot mostában nagyon megszerettem, és hogyha érdekel titeket, akkor hallgassátok meg, mert szerintem nagyon király zene. 13. kérdés, hogy mennyi idős vagyok. Nos, kérlek szépen, én 18 éves vagyok. 14. kérdés, hogy mi a horoszkópom. Én vízöntő vagyok. 15. kérdés, hogy mi az, amit keresek a páromban. Hát nem tudom igazából, hogy most ez tulajdonságra érthetendő, vagy ilyen nagyobb, magasabb dolgokra, hogy érezzem magam mellett a biztonságban, meg ilyesmi. De én most inkább így a tulajdonságra fókuszálok, hogy mi az, amit tényleg keresek benne. És ez nem más, mint az intelligencia, a humor, az őszintesség, a tolerancia, és minden egyéb ilyen dolog, amitől számomra egy ember normális és értékes lesz. 16. kérdés, hogy ki a kedvenc színészem? Nos, nincs kedvenc színészem. 17. kérdés, hogy mi a kedvenc színem? Nem igen látszik, mivel a falam is pink, pedig nem is szeretem annyira a rózsaszínt, de a kék a kedvenc színem. 18. kérdés, hangos vagy halk zene? Hát természetesen hangos. 19. kérdés, hova mész, ha szomorú vagy? Ide az ágyamba. Mert ha szomorú vagyok, én általában mindig lefekszem aludni, aztán egy óra múlva kb. Amikor fölkelek, már sokkal jobban érzem magam. De hogyha valami komolyabb dolog van, és esetleg van rá lehetőségem, hogy átmenjek a barátnőimhez, akkor veszem a nyúlcipőt, és már ott is vagyok náluk, mert a barátaim mindig fel tudnak vidítani. 20. kérdés, mennyi ideig zuhanyzol? Hát, igazából utálok zuhanyozni. De hát ugye muszáj, így hamar letudom a dolgokat, bemegyek, beállok alá, gyorsan megmosom mindent, aztán kb. Ilyen 5 perc alatt meg is vagyok vele. 21. kérdés, hogy mennyi ideig tart reggel elkészülni? Nos, régen, amikor még sminkeltem magam, meg a hajammal baszakodtam, mert meg hosszú volt, meg ilyen egyéb lányos fasságok, akkor egy órával előbb föl kellett kelnem, hogy biztosan elkészüljek. És manapság nekem ebből az egy órából 10 perc lett, hogyha nem szorulok be a WC-re telefonnal, mert egyébként nagyon hamar elkészülök, felveszek valami göncöt, ami annyira nem büdös meg, hajamra felcsapok egy sapkát, mint most, mert elaludtam és iszonyú, de ennyivel le is van tudva meg. Hát ugye fogatmosok meg ilyenek, a reggelit már elhanyagolom, a suliba szoktam bepótolni, meg ilyen dolgok, és múltkor tényleg fölkeltem egy órával korábban, mert még le is fürödtem, hajat is mostan, meg is szárítottam, meg ilyenek, és ilyenek öcsém belefértek, amikor régen azzal szöszöltem, hogy kihúzzam a szememet, és azért ez elég durva. 22. kérdés, hogy verekedtem-e már valaha? Igen, én annak idején nagyon sokat verekedtem, és visszatérve az egyik kérdést, hogy mi az, ami hiányzik, a verekedés az eléggé hiányzik, tehát én imádtam szétverni másokat. 23. kérdés, hogy mi vonzó számodra egy emberben? Mint amit említettem már, hogy mi kell, vagy mit szeretnék a társamban, az ugyanez vonatkozik erre a kérdésre is.
25. kérdés, hogy miért kezdtem el videózni? Nos, ezt már az egyik videómban kifejtettem, de akkor most ismét elmondom. Én annak idején láttam egy Mónitól videót például, meg aztán elkezdtem nézni Dancsót, és igazából arra gondoltam, hogy milyen jó buli lehet ez, hogy így videózol, nem csinálsz tulajdonképpen semmi produktívat, de mégis az emberek szeretik, és téged is szeretnek, és ez mennyire jó érzés lehet, hogy ennyien követnek, ennyien támogatnak, ennyien melletted állnak tényleg, és így a mindennapjaid részeseivé válnak ezek az emberek, és tényleg sokan is mondták nekem egy Askfm-en, hogy mi lenne, hogyha én is elkezdenék videózni, és emiatt vettem a bátorságot, mert láttam, hogy tényleg valaki szeretné, hogy elkezdjem, és hát elkezdtem, és egyáltalán nem csalódtam ebben az egész dologban, és én nagyon élvezem, és nagyon szeretem csinálni, és örülök, hogy vagytok nekem. A 26. kérdés, hogy mitől félek? Nem kezdem el sorolni az ilyen pók, meg az ilyen csúszómászókat, mert ez szerintem annyira tápik, hogy ez valami hihetetlen, de én leginkább attól félek, hogy a szeretteimet elveszítem, és nem kell konkrétan halálra gondolni, meg ilyen dolgokra, de hogyha kisétálna az életemből az egyik legjobb barátnő, vagy ilyesmi, vagy a szüleim elfordulnának tőlem, vagy bármi egyéb dolog, én abban biztos, hogy beleroppannék. 26. kérdés, hogy mi is írtál utoljára? Tegnap megnéztük anyámékkal a Hotel Transylvania 1-et és 2-t, és igazából én már mindkettőt láttam, de anyámék még nem, de én is megnéztem velük, mert szeretem azt a mesét, és hát azon bekönnyeztem. Igen, imádok az ilyeneken sírni. De komolyabb dolog előtte volt, mert veszekedtem a szüleimmel, és akkor sírtam. 28. kérdés, hogy mikor mondtad utoljára azt valakinek, hogy szereted? Szoktam ezzel a szóval dobálózni, és nem is emlékszem, hogy kinek mondtam utoljára. Nagyon régen nem mondtam ezt senkinek. 29. kérdés, hogy hogyan jött a YouTube nevem? Nos, ez igen egyszerű. Sokan szoktátok kérdezni, hogy mégis honnan ered ez a parakím, és akkor most le a lepellel, a kím az onnan ered, hogy ugye én író szeretnék lenni, és korábban is írtam már könyveket, és az egyik könyvben kím volt a főszereplő, és az a csaj nagyon hasonlított rám, pontosabban inkább én szerettem volna hasonlítani rá, és a későbbiek folyamán tényleg elkezdtem rá hasonlítani, mint külsőben, mint belsőben, és abban az időben vettem fel a kím nevet, mert megtetszett, és mert ugye ez a lány is nagyon hasonlított rám, vagyis hát, na, értedek. Aztán a para meg onnan ered, hogy 14 évesen éltem azt a nagy emo korszakomat, és akkor csináltam egy új Facebookot, és gondolkodtam, hogy legyen már valami eredeti nevem, mivel mindenki ilyen Scream, Detox, meg Shadow, meg ilyenek, és akkor kitaláltam, hogy akkor legyen para. És igazából azóta ettől a névtől, mármint a parának a jelentésétől, mint para, mint ijesztő, stb. Én ettől már teljesen elvonatkoztatok, és a para számomra már egy név, egy átlagos névvé nőtte ki magát, mert sokan parának hívnak. Régen voltak olyan ismerősök, akik parának becéztek, és nem Kimnek, de igazából ugye Kim vagyok, a para csak egy ilyen előnév, ugye egy ilyen vezetéknév, de hát innen ered ez az egész. 30. kérdés, mi volt az utolsó könyv, amit olvastam, és nem más, mint Leiner Laurától az Illúzió, és nagyon imádtam, tehát Laura, folytassad, mert én megölöm magam. Nagyon jó volt. 31. kérdés, hogy most mit olvasok, most kérlek szépen a Csontvárost olvasom, ami ugye a Végzet ereklyéinek, azt hiszem az a sorozatnak a neve, annak ugye a harmadik kötete. 32. kérdés az, hogy mi volt az utolsó film, amit megnéztél? Nos, ugye említettem, hogy a Hotel Transylvániát néztem tegnap, de az mondjuk úgy inkább, hogy rajzfilm vagy mese, és ami konkrét film, ilyen élő szereplős dolog volt, az a Életre valók című film volt, ami nekem nagyon tetszett. 33. kérdés, hogy kivel beszéltél utoljára? Nos, én ezt ugye Messengerre és Facebookra is értelmezem, tehát az utolsó ilyen ember az Móni volt. 34. kérdés, hogy milyen kapcsolat van közted és a között, akivel utoljára SMS-tél. Ez pedig az egyik legjobb barátnőm volt, Frida, és hát ugye az egyik legjobb barátnőm. 35. kérdés, hogy kedvenc kaját. Lehet, hogy eléggé tipikus lesz, amit mondok, de imádom a mekis kaját, tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Imádom a pizzát, szeretem ugye a giroszt, a spagettit, meg az ilyen egyéb dolgokat, amik annyira nem egészségesek, viszont kurva finomak. 36. kérdés, hogy hova szeretnél elutazni?
Nekem egyik nagy vágyam, hogy körbejárjam így az egész világot, és tényleg szinte bárhova, vagy szinte mindenhova el szeretnék jutni életem során, de amik a legjobban vonzanak, az Anglia, Hollandia, méghozzá Amsterdam és Svédország. Ezek a helyek, országok, városok vonzanak a leginkább, meg Párizsba is nagyon szeretnék eljutni, New Yorkba, Tokióba, tehát tényleg mindenhová, de hát amíg nem nyerem meg az ötös lotot, addig ezek sajnos csak álmok maradnak. 37. kérdés, hogy hol utaztál utoljára? Nos, legutóbb Bécsbe mentem. 38. kérdés, hogy van-e valaki, aki tetszik, és igen, van. 39. kérdés, hogy kit csókoltál, vagy puszíltál meg utoljára? Szerintem ez a kérdéses dolog már elkezdett menni egy ilyen magánügyi dologba, de hát igazából, akit legutoljára megpuszíltam, az szerintem Boros volt az egyik, az egyetlen legjobb fiúbarátom, amikor tegnap elköszöntünk egymástól. 40. kérdés, hogy mikor szóltak be utoljára? Hát a beszólás az ilyen mindennapos. Ma is beszólt valaki nekem, azt hittem el, és mindjárt fel is olvasom, hogy mit írt, nagyon vicces. Na szóval, kérlek szépen, felolvasom, ahogy írta. Te húja, egy lánynak hosszú a haja, nem olyan, mint egy fiúnak, te megbaszol. Erre írtam kora reggel, vagy 100 darab besírós fejet, és az, hogy kill yourself, és tényleg. Te megbaszol. Ez hogy jön a végére? Én ezen akadtam ki a leginkább, ez hogy jön oda a végére? Az hagyján, hogy a hosszút leírd a egyesszel, de hogy ahova egy lánynak hosszúnak kell lenni, a hajának nem olyan rövidek, mint egy fiúnak, te megbaszol. Vagy olyan ilyesmit ír. Te megbaszol! Mi az a vég? Na mindegy, hagyjuk. Tehát ilyenek szoktak nekem beszólni, és ezeken én nagyon jókat nevetek. 41. kérdés, hogy kedvenc édességem. A kedvenc édességem talán a Nutella. A Nutellát is nagyon ritkán eszem, mert drága, soha nem veszünk, de imádom. Szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Az annál finomabb dolgot nem is ettem szerintem még életem során, és nagyon szeretem még így csokikat, főleg így a Milkát, és így a legjobban a Ferrerót. A Toffifit is nagyon szeretem, meg így édességek közül így a sütiket is szeretem, de azokat is ritkán eszem. Aztán a fagyit is szeretem. Na, hát egy nagyon édes szájú vagyok, szinte bármit megeszek, ami édes. 42. kérdés, hogy milyen hangszeren játszol. Nos, én kisebb koromban megtanultam furujázni egy bizonyos szintig, egy ilyen alapszint, vagy középszintig megtanultam furujázni, le is tettem a vizsgám, kis koncertem is volt, meg minden cucc, de végül abba hagytam, mert elköltöztünk, és eredetileg fuvolázni akartam, de végül ugye ez abba maradt. És egyébként így hangszerek közül, amit nagyon meg szeretnék tanulni, az a zongora és a hegedű. A ritmusérzékem olyan, mint valami epilepsziás fókának, tehát a zene az nem az én világom. 43. kérdés, hogy kedvenc ékszered? Most vettem össze, hogy nincs rajtam a gyűrűm. Szóval a gyűrűm, amit mindig hordok, de most épp ott van való az asztalon, nincs kedvem érte fölállni. Ami egyébként egy sörnyitó, de azért vettem meg igazából, mert olyan, mint egy macska fej. És ugye a nyakláncomat is szeretem. Az ezen kívül másik szertem is nagyon hordok. 44. kérdés, hogy sportolok-e valamit? Nem. 45. kérdés, hogy mit énekeltél utoljára? Hát előbb, amikor szereltem össze a kamerát, meg így állítottam be itt a dolgokat, elkezdtem énekelni a Hannah Montanától a The Best of Both Worlds-ot, és igen, az volt aztán az utolsó. Miért énekelek én éneket? 46. kérdés, hogy melyik a kedvenc csajozó szövegem, amit nekem mondta. Szerencsére én ezeket eléggé megúsztam, tehát nem is emlékszem olyan konkrét csajozó szövegekre, amiket nekem mondtak volna, de egy nagyon megmaradt bennem, ami igaz, hogy nem csajozó szöveg, de régebben írta azt kezdve nekem valaki, ott nagyon hülye emberek vannak ott, Istenem. De mindegy, írta nekem egy srác, hogy idézem valami ilyesmi volt, hogy úgy meg fog baszni, hogy befosok, és majd a fosomból csinál nekem sütit, amit majd megeszek, és nekem az nagyon jó lesz, aztán a falnál majd segbekúr, meg ilyenek, és hát ez engem igazán levett a lábamról. Tehát fiúk, ez garantáltan be fog jönni a csajoknak.
Így tudjátok a leginkább az ujjátok köré csavarni a lányokat, tehát mindent bele. 47. kérdés, hogy használtam-e már valaha pasizó szöveget, és nem. Ehhez tartozik a 48. kérdés, hogy ha igen, mi volt az? De mivel nem volt, így semmi. 49. kérdés, azaz az utolsó előtti, hogy mikor lógtál valakivel utoljára? Hát nem tudom, hogy ezt hogyan kéne értelmeznem, hogy iskolában mikor lógtam, vagy csak úgy mikor találkoztam így a társasággal, vagy bármi ilyesmi, mert akkor az pénteken volt. Bowlingoztunk, biliárdoztunk, aztán este kocsmáztunk is, és nagyon jó nap volt egyébként, hozzáteszem. És a legutolsó kérdés, hogy kik csinálják meg még ezt a videót, és nekem igazából tök mindegy, nem fogok neveket mondani, aki szeretné, az megcsinálja, aki nem, az nem, és le van tudva. Ez a kötet annyira nyálas volt, hogy így olvastam, és már így seggemből is a nyál folyt ki, vagy hát nem is tudom, de tényleg ez a pleasure, nem már. Már így, mert imádom ezt az írónőt, imádom ezt a sorozatot, de már úgy olvastam ezt a kötetét, hogy...